Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Itt vagyunk ezen kellemes napsütéses reggelen. És a saját autómnak a javítása fog következni. Egy nagyobb lélegzetvételű beavatkozásnak lehetünk tanúi. Kuplunk szerkezett csere. Hozzájön egy kormány. Végtárcsák és gömbcsukló csere, féltenkely gömbcsukló csere, illetve ha belefér az időbe, hát szerintem ma nem, de majd megmutatom nektek, mi is az az OBD2 hibakódolvasás, ha nem ebben a videóban, akkor majd a következőben. És aki most így felkapta a szemét, vagy a fejét, hogy hát mi van a Voskvicssal, miért a sajátomat csinálom. 426-os tegnap hazament, sikeresen hazaért, ugye haza kísértem. Kisebb igazítások még kellenek rajta, de majd vele tavasszal találkozhattok. És 4 hetes projekt fog megindulni, azt fogom csinálni, hogy miért ment ilyen kutyafuttába. Hát én nem azt mondom kutyafuttába, csak ti a videókból azt látjátok, kutyafuttából hazament a 426-os. Ennek az az oka, hogy a 4 heteshez időhöz vagyok kötve, mert a fényező télen nem dolgozik. És ugye ezen a karosszérián, a 4 hetes karosszérián még sok munka van, és nekem időre vagy oda viszem most az általa megadott határidőig, vagy majd tavasszal találkozunk vele, és akkor a 4 hetes belecsúszik a nyárba, és a nyáron más terveim vannak, más teendőim lesznek. Tehát ezért nem került sor a 426-osnál a fék átalakításra, de majd jön vissza, és fogjátok látni. No, akkor megmutatom így nektek, hogy azért lássátok a dolgokat, átfordítalak benneteket ide. Így. Miről is van szó. És neki is mentem az állványnak ezzel a lendülettel. Vannak napok, amikor nem úgy mozognak a dizeleteim, ahogy kéne. Hát ez egy Kuplung Bovden, Matiznál, Suzuki-nál, Spárnál ajánlott, vagy Spárknál ajánlott cserélnek. Nagyon sokan azt hiszik, hogy amikor akad a pedál, hogy vége a kuplungnak, pedig csak szarra ment tele a Bovden, és a Bovden szorul, de sajnos itt ilyesmiről nem beszélhetünk. Ugye itt van a két porvédő gumi, az egyik az tuti szakadt, de akkor már legyen kettő. És itt vannak a kormánygömbfej összekötők. A kuplunk szerkezet, ebből mit láttok? Így fordítok rajta. Sötök hozzá mindent. Hát egy értelemszerűen itt van a... Csak rugdosom. Itt van a tárcsa. Maga a szerkezet. Jó öreg kinyomó csapágy. Láttátok, hogy igencsak japán cuccokkal dolgozom. Mert ugye, hogyha a koncsapt autót megcsinálom, akkor sajátomra se. És a jó öreg kuplunk feleli Simmering. Van itt egy adag fékbetétünk is előre. Aztán majd lesz Opelos videó is. Opelnál is lesznek nagy beavatkozások. Ó, ugye a doboz kellene. És itt vannak a féktárcsák. Tehát
ezeknek a cseréjét kell megejteni. Kicsit hátrébb hozom, hogy mindent lássatok így ebből a szögből. Tehát ezeket a cseréket kell megejteni ezen a kis autón. És hogy hogyan is lássunk neki. Itt előtt. Állvány. Na most, aki azt gondolja, hogy alulról, felejts el. Alulról csak bohóckodni lehet. Ugyanis az alsó keretes, tehát hely nem lesz, 50-szer lebasszátok a kezeteket, nincs az elszámolva, benyújtok a rendítőkerékhez, mert azt is le kell venni, mögötte van a szimmering, tehát akkor ugye a levegőszűrő, a lámpatest, az akkumulátor, kijön. És akkor ezután lehet megkezdeni a belsődleges lekötéseket, amiről majd fogok tudósítani, hogy hogyan is lehet a váltót leszabadítani. És még nem tudom én se, hogy csak félreteszem a váltót, vagy le is veszem. Ezt még nem tudom, de a jövő zenéje ki fog derülni, elvtársak minden. Közben mutatok egy érdekességet. Itt volt a család, és nem tudom mennyire látszik, ott van a fólia. És benne figyel a 407-es. Mert ugye annak indulnia kell, tehát holnap, legkésőbb holnap után, azért kell ezzel sietnem. Mert tegnap voltam vele Pesten, és az a, már Pesten már csak félig vittem benyomni a kuplungot. És azért nem akarom nyistölni a gépet. Meg hát tudtam, ugye, hogy ezek, tehát már meg is jöttek az alkatrészek, látjátok, amit előbb bemutattam, csak időm nem volt. Mert ugye, amikor a kuncsap autója itt van, akkor nincsenek ilyen privát szerelgetések, hogy a sajátomat csinálom, ha csak nem nagyon létkérdés, hogy működjön. De ezt sajnos muszáj megcsinálnom, mert egyrészt nincs már értelme tovább kínozni az autót. Kettő, hát ez majd megy egy nagy vidéki útra. És ehhez rendbe kell tenni az autót, hogy üzembiztos legyen. No, akkor ennyi így a helyzetértékelés, és akkor majd jövök a további hírekkel. Macska, menj odébb, ne lök fel az állományt. Nos, ismét itt vagyok, a Tildánál. Idáig jutottam a csontozásban, amint látjátok, kivettem az első lámpát, a levegőszűrőt, az akkumulátortálcát. És egy kicsit közelebb jövök. Ugye a lambdaszondának szétakasztottam a kábelját, ez a hőfokmérőnek a kábelja. Levettem a vízcsövetet, értelemszerűen a fagyálót leengedtem, legalábbis ebben fagyáló van, tehát a hűtőfolyadékot leengedtem. Levettem a kereszt vízcsövet. Na most matizosok tudják, hogy a váltó nem rudazatos, hanem bovdenes. Itt nem kell minden szana szétszedni, meg szétrimbolni, mert megvadultok, mire összeteszitek. A legegyszerűbb módszer ezt a határoló gyűrűt leveszitek, ezáltal lejön az egyik bovden. Majd ez a két csavarkötést oldjátok, és akkor lazul annyit az egész miskulancia, hogy tudjátok mozgatni a váltót. Ha le akarjátok venni teljesen a váltót, akkor ezt a stiftet kell kiütnötök, és akkor lejön ez az egész a rudazatról, mert ugye itt ez a főváltó rudazata. És mielőtt eltávolítjátok az alsó bakot, váltótartó bakot, ugye hozzá kell venni mindenféleképpen a kereked, ne felejtsétek el, hogyha megemeltétek, kerék lent van, akkor a motort is fel kell bakolnotok, mert hogyha lehúzzátok a váltót, akkor a motor le fog ficcenni. Tehát a motort fel kell bakolni, mielőtt a váltótartó bak kötését oldjátok. Jó? Ezt mindenféleképpen csináljátok meg. És én azért bontottam meg ennyire, mert én hát szeretem, hogyha hozzáférek a dolgokhoz. Még ha nem felejtem el,
Ha lehet, akkor ide tegyetek vissza új csavarokat, de ha még a régieket is teszitek vissza, zsírozzátok be az anyameletet is, és a csavarmeletet is, és úgy húzzátok meg, mert ugye ezek szeretnek belerohadni, főleg az akkumulátornál, a akkumulátortartónál. És amit még meg akarok mutatni, sokan nem tudják, hol lehet a kuplungot állítani. Itt lehet elvtársak állítani a kuplung. Ez a kuplung bobden. Itt kettő anya, egy ellenanya szokott figyelni, mert városi matizoknál leszokott lazulni, ha csak egy anya van fönt, és akkor azt teszik észre, hogy nincs kuplung, meg nem akar kiemelni. Tehát ide mindenféleképpen kontrollanya kell az újnak, hogyha beszerelitek. És a bovden itt csatlakozik a karosszériához, és ennek a lebontása két személyes feladat, mert valakinek belülről ellent kell fognia. Tehát ha a váltót szeritek le, vagy javítotok, bevitjátok, akkor itt mindenféleképpen oldjátok a kötést. Majd meg fogom mutatni, mert ugye hát én nekem mindenféleképpen le kell vennem a féltengelyt, mert ki van szakadva a baloldali csukló, és nem a csukló van kiszakadva, hanem a csukló porvédő, de van komplet csuklom, tehát meglátom, hogy hogyan, hogy elég csak porvédőt cserélni, vagy rögtön csuklót is fogok cserélni. Na, hát akkor majd még jövök. Nos, ismét itt. Ennyi cuccot kellett kiszedni Matildából. Kikaptam a hűtőt is, és majd azt is megmondom, hogy miért. Ennyi csavar. Tehát a hűtőt azért szedtem ki, mert ezt a csavart nem bírjátok. Aki arról megpróbálja betenni, csuklóval valami nem fog sikerülni, csak csillaggal, 14-es csillaggal. Na mindegy, hát két csavar fogja a hűtőt, tehát én kikaptam, egyébként is kényelmesebb így, meg a beemelés is. A váltó már le van kötve, de ugye a reteszelő villának, vagy nem is a reteszelő villa, bocsánat, hanem ez a váltórudozat konzolnak van két csavarja, akkor azt a konzolt az önindító két csavarja fogja föl, egyébként az önindító három csavarral fogódik föl, és a középső csavar anyás, és ráadásul kontrollanyás is azt nehezen éred el. De az igazi meglepi az, hogy a jobboldali féltengelynél a rózsakerék fölött van a negyedik motor és vált összefogó csavar, és az az egyetlen egy, az nem átmenő csavar, hanem anyás csavar, hogy jobb legyen a cumi. Magát a váltót már szétkötöttem, de mozog, látjátok, bíróseggében a lófasz. Most a féltengelynek a leoldása fog következni, és akkor elvileg kijön ez a retek váltó a helyiről. Hátul a kilométeres spirált ne felejtsétek el kikötni, és a testkábelt se felejtsétek el kikötni. És akkor lejön a váltó. Nekem mindenféleképpen le kell vennem a váltót, mert másként szimmeringet nem tudok cserélni. Egyébként idáig dinamikusan csináltam, és ennyire haladtam, tehát kis mosolygó szemű koreai barátunk bezsúfolt ide mindent, és hát hogy lehet ezt átlátni? Én megmondom. Egy segédkeretre van föltéve az egész miskulancia. Akinek van lehetősége, most direkt azért nem csörlővel, tehát nem flasnyi cuggal emelem ki, hanem így olaj és emelő segítségével házilag, hogy megmutassam, hogy házilag csak olyan ember álljon neki, akinek van egy kis pici rálátása, hogy mi mivel jön szét, illetve hogy van türelme is. Tehát nagyüzemileg úgy csinálják, hogy a motor, tehát a váltótartó bak, ami mutatom nektek már is, ami így néz ki, egész pontosan így áll fönt a, tehát így van fönn a váltón, és itt van a kasznin. Látjátok, hogy négy csavar fogja fel a váltóhoz ezt a konzolt. Le kell kötni a kuplung bovdent. Nem árt alul azért meglazítani, vagy lekötni a bakot, mert érhetnek meglepetések bakilag. Hát ugye ez már hajlott korban van, na mindegy.
Tehát ezt le kell szedni, és akkor nem kell így szétkötözgetni, hanem ott van egy tartóbak meg hátul, ott hátul, azt lekötik a sallangokat, a bovdanokat, tehát már sallangra azt értem, hogy a kábelokat, bovdanokat lekötik, az egészet kiemelik a picsába mindenestől, és akkor amikor kint fickándozik a motorváltó együtt, akkor lekötik a váltót, lehúzzák a váltót, és akkor jön legényesen. De ehhez ugye egyik oldalt szintén le kell bontani a kereket, hogy a féltengét kibírja húzni a váltóból, és ha már kibírta húzni a váltóból, akkor a másik oldal, a jobb oldalit, ezt meg benyúl egy sorhúzó és kipattintja a rózsakerékből. Tehát a jobb oldali féltengelyhez nem kell hozzányúlni. Én most a bal oldalát fogom bontani, és a értelemszerűen nekem úgy is le kell vennem, tehát oldanom kell az összekötő kapcsolatot, mert ugye itt van ez az elszakadt kis berohadt kormányunk, és olyan nehéz a kormány, mint a sár. Tehát nekem ezt mindenféleképpen le kell vennem, és ugye vannak új gömbfejek, mert ez azért, ha jól emlékszem, ez az oldali lóg, de lehet, hogy a másik, nem tudom. Szóval ezt a kötést oldani kell. Aki nem akarja itt bontani, az egész egyszerűen akkor csak itt ezt a két csavart bontja ki, illetve a gömbfejnél alul van egy átmenő reteszelő csavar, azt kibontja, féknyerget leveszi, az egész miskulancia jön annyit, hogy kicsúszik a váltóból, és akkor lehet csinálni, de én le fogom bontani, mert ugye ez az oldali, valamelyik porvédő szakadt szintén a csuklónál, de majd ezt úgy is fogjátok látni menet közben. Ahogy itt bontogattam, meg csontozgattam, én rájöttem, hogy miért csinálta, miért van úgy tervezve, hogy ez a kis perem itt legyen. Hát kisebb szerszámokat is el lehet helyezni, de ugye itt van a helye a pohárnak, gyógyszeres pohárnak, tehát víz, vagy üdítő, kinek mi, gyógyszer, tehát nyugtatóra gondolok, flontinra, vagy valami hasonló ütősre, cucra. Cigaretta, esetleg egy kis marcsa, és akkor megcsavarni, ugye ellazulni a munkamenetben, mert hát ez idegörlő, mert ugye fölfelé van hely alapon, minden útban van, tehát lent kell bontani, és minden fölötte van, és hát minden útban van, most nem az a cél, ugye, hogy szétcsontozzuk az egész motort, hanem hogy levigyük a váltót. Jó, akkor idáig eljutottunk, most ebédelek, és utána folytatom a munkálatokat, addig is szervusztok. Most újra itt vagyok. Kiszedtem a lungot. Még a tárcsa szódával elmegy. Itt van a mi kis kinyomó szerkezetünk. Szebb napokat megélt szerkezet. De azért már elég rendes kopás figyelhető meg. És itt van az új cucc. Itt van az új cucc. Hát ugye ebben még van erő. Van benne kúp, a másikban sajnos már nincs. Mit csináljuk? És akkor ennyit kellett kibontani. Itt van a váltó is. Hát sajnos a győzelem pillanatában a kis lavorkán feladta arcot. Benne az olajjal. De ne felejtsétek el, hogy a segédalvást
a merevítőt kivegyétek, amin a stabrúd van. Először nem fog megmozdulni, de így néz ki a nyomorult. Az oldalcsavart se felejtsétek el kivenni. Tehát ez így van benne. Ha ezt nem veszitek le, alulról nem bírjátok kivenni a váltót. Most ugye én azért bontogattam itt lelkiismeretesen, mert látjátok, hogy az axiál csukló is szaros gyuvás. Hát így néz ki. Hát ugye én ezt már elvágtam, mert az ördög. Az ördög hajtogassa végig. Tehát mára ráhagyom. Holnap majd leveszem a lendítőkereket. Mögötte lévő szimeringet kicserélem, mert láttam benne. Láttam olajfolyásra utaló jeleket. És jobb, hogyha azt is kicserélem, ha már csinálom. Tehát így kell szétbarmolni a gépet, így jön szét. Összerakni se lesz egyszerű, főleg hátsó csavarokat bejátszani, az önindító csavarét, ez egy külön műsor lesz. És ott van, amiket kibontottam ahhoz, hogy hozzáférjek a szajréhoz. Hát egy kicsit idegérlő feladat. Na, akkor ennyi mára Matildáról, holnap folytatjuk. Szervusztok! Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ismét Dévú Matild, második nap. Megkezdjük az érdemi munkát, és ebben megkezdem az érdemi munkát. A lendítőkereket már levettem. És ezt közölök egy szimmering cserét. Mert ezt követően elkezdjük az összeépítést. Őszinte örömömre szolgál, hogy egy klubtagtársnak megnyugtató válaszom érkezett, miszerint ez a kis polc gyárilag azért van így megtervezve, hogy itt telefont, gyógyszereket, cigarettát, gyógyszeres poharat, vizes poharat, kávét el lehet helyezni, mert ugye ennek az autónak a szerelése kitartást, rálátást, némi tudást és sok-sok türelmet igényel. Tehát meg lehetett volna ezt oldani másként is, ezt a kidolgozást, mert a Citroen sűjesztve oldotta meg, tehát nem párkány jelleggel, hanem követve a gépháztető vonalvezetését. Először én is azt hittem, hogy az optimálisabb légbeáramlás miatt csinálták meg így, de miután elkezdtem ezt a nyomorult autót delejezni, szerelni, rögtön rájöttem, hogy ezt a funkciót tölti be. Az eső csatorna is ugye kiszélesedik, és itt is rájöttem, hogy ugye azért van kiszélesedve, mert át zömében 14-es kulcsnyílású csavarokkal van ez összetéve, és azok itt elférnek biztonságosan. Tehát ugye a tervezők erre is gondoltak. Már csak arra a tényre szeretnék rávilágítani, ugye, hogy akár vezérlést javítunk, akár váltót, a lámpatestet az adott oldalon egyszerű kiszerelni, és
ezért van egyszerű befogatása, három csavar fogja, illetve itt is a párkány rendszer megtalálható, tehát itt is el lehet helyezni kisebb szerszámokat, csavarokat, esetlegesen más szereléshez használt vagy nélkülözhetetlen holmikat. Na, akkor ugye tegnapi videóból nem derült ki teljesen, nekiestem én ennek a projektnek, mint Balond az édesanyjának, de ugye itt a kormányon is javítani kell, tehát a kormányműnek a porvédője el van szakadva, a baloldali. Valószínűleg a jobb oldali is, azt nem is néztem, vagy már nem emlékszem rá, nem tudom, de minden esetre kettő porvédőt vettem, mert kettő kell rá. Két gömbfejet vettem a kormányra, mert kettő kell rá. És van egy japán Suzuki gömbfejem, aki most fölkapja a fejét, aznak azért mondom, hogy az 19x23-as a fogazása, és Matildának is 19x23-as a fogazása, mert ugye itt porvédő szakadás van, és akkor egyúttal olyan állapotú a csukló, féltengely csukló, akkor azt is kicserélem, bár a bal oldali szokott tönkre, a jobb oldali szokott tönkre menni, mert ugye a direkt hajtása minden autónak a jobb kerékre fut, de a porvédő, mivel ez a Suzuki féltengely csukló, egy komplet készlet porvédőben mindenet. Ha úgy adódik, akkor cserélem a csuklót is. Ha nem, akkor csak porvédő. Hát, megint farok voltam. Ugye ma már megfutottam a falut. Egyszer. Mivel? Hát, az öreg kombival. A pampák igás lovával. És elfelejtettem hozni váltóolajat, mert ugye váltóolaj egyébként is 1000 éves szütyök volt. Leengedtem a kis laborkába, de tegnap elfelejtettem, amikor a váltót lehúztam, hogy alatta van a labor, és beleesett, rögtön széttört. Oda lett a matyi, oda lett a labor, meg oda lett az olaj, már az olajé nem kár, de kerítést vagy gerendát ápolni nagyon jó. Na mindegy, aztán ugye vége, hogy majd lesz még egy futásom olajat vásárolni. És nagyon jó lenne ezt az autót ma befejezni, összerakni. Holnapra vendéget várok, 407-es ügyben. Úgy volt, hogy ma vagy holnap, de aztán telefonált nem olyan régen, hogy holnap ki tud jönni. És a másik pedig az, hogy ennek az autónak lesz vidéki útja. Ország másik felére, egész pontosan az osztrák határhoz. És hát kell a gép, úgyhogy nem tudok buziskodni, húzni az időt. Ez is kell, a 407-esnek is dinamikusan kell haladnia, de ugye a vendégem a fényező lesz, mert most megbeszéljük, hogy milyen mélységekig csinálom én rajta az előkészítést, milyen mélységekig csinálja ő, tehát kinek mi lesz a szerepe kettőnk közül, illetve tesz egy végleges árajánlatot, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy akkor most neki kezdek, tehát lent van a lendítőkerékkel dolgoznom kell, de nem voltam itthon szombaton, és a gyerekek beigáltak minden, mert ugye építették a fóliát, és ott is először rendet kell raknom munkaasztalon, hogy dolgozni tudjak. Tehát majd kisvártatva jövök. Műhelyi macska megjelent, sírkán névre hallgató műhelyi macska megjelent. Buksi meg ott döglik az Opel előtt a kis gyepen. Nem tudom, milyen napsütésben van, vastag bundával, hogy bírja. Na mindegy. Na. Majd jövök, elvtársak!
Nos, itt van késő délután 3 óra, és még itt tartok. Megint le kellett vennem a váltót, le kellett vennem a kuplungot, rendítőkereket, mert ettől a szájba baszott szartó nem megy vissza az egész hóbelevanc, mert akad mindenbe, úgyhogy ezt elhajítjuk ebből a laza mozdulattal, és akkor bemegyek, főzök egy kávét, azt eszek, egy valszak valamit, és megpróbálom még egyszer összerakni. Hát mondanom sem kell, hogy ugye a jobb oldalt is ki kellett bontanom, mert hát túl szép lett volna, hogy a féltengely visszaugorjon. Már most borítékolom, hogy az életembe többet nem kuplungozok Matiszt. Ezt csinálja valaki nyugodtabb rendszerű. Természetesen az összes koreai kurva anyját szittam név szerint mindenkinek. Plusz még a General Motorsnak is, a jó kedves kurva anyját, főnek a tervezőnek is, remélem lányom hallja. Mert a váltót ő tervezte, General Motors. Úgyhogy ennyi. Na, majd jövök. Nos, kedves barátaim, kedves elvtársak. Váltó helyén. Nem volt egyszerű művelet, de ugye nem adjuk fel. Tesszük a dolgunkat. Kötény nem ezt kellett kiszedni. Korábban is mutattam, ezt kiszedtem, és helyére gyalt a váltó. Hát ennyi, raptársak. De én azt hiszem, hogy több Matiszt nem vállalok kuplungozás ügyileg. Értelme. Már kiöregettem abból. Marék számára szedjem a frontént. Volt egy pont, amikor már olyan idegbe jöttem, hogy szétverem a francba, azt hiszem egy másikat, ez meg jó lesz Danornak. De hát aztán ugye az ember uralkodjon magán, még hogyha nem is mennek úgy a dolgok, vagy hát hogyha kihívásokkal küzdelt. De az önindítót, hátul van az önindító, és az önindítónak 3 felfogató csavar. A izét, a váltó kulissza bovdenjeit, ugyanez a csavar fogja föl, ugye a konzol, amit mutattam. A váltó oldalára megy fel a váltó bobden tartó kulisz, konzol, másik oldalról meg az önindító. Na most, hogyha szerencsétek van, az önindítónak van hagyva persely, és ha bemásztok alá és az önindítót fölteszitek a helyére, nagyon szépen, és előkezelitek a csavart, ami annyit jelent, hogy drótkefével szépen megtisztogatjátok, hogy az flottul ne szoruljon, akkor másik oldalról bovden nélkül fölteszitek a konzolt, és akkor úgy felfogatjátok az önindítót meg a konzolt. Akkor az önindítót és a bovden tartó konzolt. Ha finoman dolgoztak, akkor az önindító nem ugrik ki a nódból, és akkor nem kell káromkodnotok, és nem kell segítséget hívni. Ha nem, akkor kísérletezhetek kell. Hát ez benne van a pakliba, ugye eltársam. Na most, utána, hogyha föltettétek az önindítót, a váltó bovden konzolt, akkor kössétek be a kilométer óra spirált. Még akkor, mert utána szarap hozzájuk hozzáférni, hozzá lehet férni, de tehát csináljátok így, igazgassátok el a kábelokat, ami hátulról jön a kábelkorbács előre, ugye a hőfoknak, a forráspontjelzőnek, meg a lambdaszondának, tolatólámpának, tehát a kábelkorbácsot igazítsátok el, az egyébként a váltóbovden fölött jön el.
És akkor ez is megvan. Elvezetettek alul is végül is, de gyárilag fölül van, de alul is el lehet vezetni. Ha korbácsot is elvezettétek, akkor kössétek be a bobdent, tegyetek sasszeget, mert és a bobdenház biztosító lemezkét hasonló, mint a fékcső rögzítő lapka. Tehát azt se felejtsétek el, mert akkor Tomi lesz váltáskor. És hogyha ezeket hátulról föltettétek, értem szerű, ugye a bak már fönt van, hát azért ott van az emelő is, a bak fönt van, tehát tartja a motor, a váltó a kaszni szekrényhez, kocsi szekrényhez van kötve. Ha ezek így megvannak, akkor én most a idén fogok neki látni a kuplung bobden cseréjének. És hogyha az is megvan, akkor kezdhettek betenni az akkumulátortárcát, és akkor a vízcső, és utána jöhet be a hűtő. Tehát idegörlő munka, tehát tényleg ennek úgy tudtok nekiállni, vagy úgy álljatok neki, hogy van időtök szarásig, mert én tegnap egy napot elküszködtem ide, ugye a két futóművet, a két oldal első futóművet le kellett kapnom, ki kellett kapni, és a bal oldali ki van kapva teljesen, a jobb oldali meg csak ki van buktató, ugye a féltengely miatt. És azt még vissza kell tennem, mert ugye meg lesz féktárcsa, meg minden, tehát lesz még itt egy harmadik, talán nem negyedik, de egy harmadik videó mindenféleképpen lesz erről is, hogy lássátok a szituációt, jó? És akkor haladunk előre. Na, akkor majd jövök tovább érdekességekkel. Szervusztok addig is. Mutatok még egy érdekességet. Ez a kuplung pedálnak a vége. Most ugye átfűzitek a falon a bovdent. És ugye itt van a... Na, mit láttok, mit nem láttok? Itt van. Tehát itt van a pedál, ez így megy bele, és ez meg így biztosít. Látjátok? Mindenki látja jól. Amikor összeteszitek, tehát beteszitek a pedált, így teszitek be, így. Ezt, ennek megvan a fura pedálkonzolba, oda beüllesztitek, akkor így fog állni. Beakasszátok a bovdent. És amikor beakasztottátok a bovdent, az utolsó mozzanat, hogy ezt is beakasszátok ide. És ezáltal biztosítjátok, hogy nem tud kiakadni. Értitek? Tehát ez körülbelül hogy így fog állni valahogy, így. Tehát mindenféleképpen ki kell hozzá venni a pedált, hogy be tudjátok fűzni. Látjátok? Tehát ez ki. Ez le. Na. Csak hogy okosodjatok. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Megkezdjük a harmadik napot. Mégis most már csak a futóművet kell jobbára delejezni, meg hát értelemszerűen még itt a motortérbe is akadt tennivaló. Hűtő, vízcsövek, sallangok, akkumulátortárca, akkumulátor, fagyöntelő, fagyálló volt, van itt meló. Csak csinálni kell, mondja a költő. Közben ugye a futóművet is csere, féket is. Jobboldali munkaenged be van rohadva. Fék munkaenged, azt is ki meg kell delejezni. Van meló, és ráadásul holnap reggeltől szolgálatba áll az autó, tehát nincs idő buziskodni.
hosszú napnak nézek elébe. No, később még jövök. Nos, kedd este 5:30 van. Elkészült Matilda. Megdaráló hang. Hát még egyszer nem állnék neki. Ez tuti hétszentség. Két kormánygömbfej, kormányműzsírzás, baloldali kormányporvédő, fogasrészporvédő. Két új első féktárcsa, új négy fékbetét, feltengelycsuklóporvédő. Mindent még cserélve. Ja, és egy kuplunk szett. Ez 3 nap. Pedig nem tétlenkedtem sokat. Fogunk, nagyon könnyű, puha, ugye bavdenes, de akkor is könnyű, jól kezelhető. Közben gyorsan töröltem a checking control hibát. A beszívott levegő hőmérséklet feszültség volt alacsony. Egész egyszerűen elszakadt a csokinak az egyik vezetéke. Ennyi volt a baj. Na és majd mutatok ilyen OBD2 hibaolvasást is nektek. Majd egy videót neki szentelünk ennek, hogy lássátok, hogy is, mint is megy a hibaolvasás. Hát összepakoltam, csapok egy gyors próbautat, azt kifürdök, mert ma volt ugye vendégem is, itt volt a fényező, megnézte a moszkvicsot, nem volt nagyon elragadtatva tőle, de hát ő nem így fogja már megkapni, hogy most kinéz. Akkor más kuncsaptom is volt, tehát azért nem igazán tudtam itt most. Azért csúszott ki így 5:30-ra a művelet. De készen van, úgyhogy futhat a kis autó. Szervusztok!